A felzárkózó települések programnak köszönhetően jelenlétpont nyílt az egész Szalaváros részben. A Civil Integráció Alapítvány és a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat összefogásával létesült egy olyan ház, ahol különböző szolgáltatásokat, közösségi programokat, logopédust, korrepetálást vagy épp mosást vehetnek igénybe a környéken élők. Szabó György szerint alkalmazkodnak a helyi igényekhez, két hetente lakossági fórumot tartanak, a programnak több éves előzménye van, és bevonják a végrehajtásába az ott élőket is. Próbálunk azon dolgozni, hogy a közösségben élő emberek által megfogalmazott igényekhez kapcsoljunk szolgáltatást, így nyilván sokkal hatékonyabb nyilván anyagi oldalról is, hiszen olyasmit tudunk elindítani, amit tényleg igénybe vesznek az emberek. Vecsei Miklós miniszterelnöki biztos, a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat alelnöke arról beszélt, hogy folyamatosan vonnak be újabb településeket, városrészeket a programba. A közösség részeinek kell lenniük a segítőknek, és addig kell folytatniuk a munkát, amíg sikerre járnak, azaz a fogantatástól a foglalkoztatásig. Ideális esetben két generációt átívelően tudnának segíteni. A jelenlét, tehát röviden úgy szoktuk meghatározni, hogy az a jelenlét, ami nyomot hagy. Tehát nem oda küldünk valakit, hanem hatunk arra, ami ott történik, ez egy oda-vissza hatás. És ugye a másik, amit én nagyon remélek, hogy az összes jelenlétpontunk ugyanúgy érti és tudja, hogy ennek egyetlen egy módja van, hogyha nem elszámolunk egy programot, nem lezárunk egy programot, hanem megoldjuk a problémát. A nyitónapon köszöntőt mondott a korábban a Kontavigot fenntartó, ma a hátrányos helyzetűekért dolgozó Civil Integráció Alapítvány elnöke Palkovics Péter, de az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tanárai és a programban közreműködők szakmai konferencián is részt vettek. A környékbeli gyerekek, fiatalok verses, táncos, zenés műsorával, versírással, báb előadással vallatták föl a házat, egészségügyi szűréseket is igénybe lehetett venni.